32. Konstruan nemzetközi építőipari kiállítás mellett 2013-ban első ízben rendezték meg a Reneót, a megújuló energiák nemzetközi kiállítását a Hung Expo-ban. A szerdai megnyitón Lenner Áron Márka, a Nemzetgazdasági Minisztérium belgazdaságért felelős helyettes államtitkára az építőiparban várható trendfordulóról beszélt, míg Gancer Gábor, a Hung Expo ZRT vezérigazgatója a szakma sokrétűségét hangsúlyozta. Az öt kiállítás a piac egészét lefedve koncentráltan mutatja be a szektor teljes kínálatát. Egy időben, egy helyen. Felvonultatva az újdonságokat, alkalmatlanva a szakmai fejlődés, a tendenciák, a gazdaságpolitikai előrejelzések megismerésére. A nap, szél vagy éppen a geotermikus energia mellett a Reneó egyik központi témája a biomassa tüzelés volt, ami újdonságokat is tartogatott az érdeklődőknek. Az idejében debütálunk a HS-tarnak a termékeivel, ez egy kiváló dán kazán. Gyakorlatilag két egyszerű terméket hoztunk, az egyik egy 30 kW-os falgázosító kazán, a másik az egy 15-25, illetve 40 kW-os biomassa eltüzelésére alkalmas kazánról beszélünk. Ez gyakorlatilag biomassa alatt a jó minőségű, rossz minőségű pelletet, faaprítékot, illetve mezőgazdasági terményeket, netán valamilyen gyümölcsmagot tudunk ezekben a kazánokban eltüzelni. A Reneó egyik szakmai támogatójaként a Magyar Pellet Egyesület is jelen volt a kiállításon, hogy válaszokat adhasson a felmerülő kérdésekre. A pellet különösen fiatal megújuló energiahordozóit Magyarországon annak dacára, hogy 2009-től már azért jelen volt a hazai piacon a pellet is és a különböző pelletkészülékek, de ettől függetlenül úgy érezzük, hogy ezen a területen, a pellettel kapcsolatos ismeretterjesztés területén még van bőven tennivalónk. Ez az elsődleges feladata az Egyesületnek. Emellett természetesen olyan ágazatszakmai feladatokat vállaltunk fel és végzünk, amelyek a pellet fűtéssel kapcsolatos technológiai, jogi és egyáltalán döntéshozói szintereken tudják segíteni a munkát, mondjuk szakpolitikai szinten, mondjuk akkor, amikor kamarák, szakkamarák foglalkoznak ezzel a kérdéssel, de a jogszabályokat megalkotók számára is igyekszünk segíteni. A rendezvény első napján is nagy volt az érdeklődés. A legtöbben természetesen a Konstruma miatt látogattak el a Reneóra, de a biomassa tüzelés témaköre szinte mindenkit érdekelt. A Béksitől jöttünk, Békés Csabáról, és mivel oktatjuk a legújabb technológiákat is, itt a megújuló energia az érdekes, mert az mindig fejlődik, illetve a kazánok mindig újabb-újabb generáció jelenik meg. A Konstruma, a Reneó és további három kapcsolódó kiállítás április 14-éig tekinthető meg a Hung Expo-ban.